A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt a Köztér Extra, stúdiónk vendége, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Varga Tamás, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és jó estét kívánok a nézőknek. Nem tudom, hogy a nézők mennyit hallanak belőle, de azért itt érzékelhetően a délután eléggé átalakított a napirend szempontjából is, meg mindenféle tekintetben a vihar, ami ugye most is zajlik. És hát az egyik ilyen program is ehhez kötődik, hiszen a Móri útnál az első ütem vonatkozásában egy fontos mérföldkőhöz érkeztek. Igen, azt hiszem, hogy ez a délután, az a délután, amikor mi városlakók, akik elásztunk a délutáni viharban, megértést kell, hogy tanúsítsunk, és megértjük, hogy a mezőgazdászoknak, a vidéken lakó embereknek milyen fontos az eső, de valóban a Móri út elején azért gyűltünk össze, hogy megtekintsük a Móri úton megkezdődött munkálatokat, de ezt is elmosta a hirtelen leszakadó eső, de a lényeget láttuk. A Zicsliget sarkán lévő körforgalom, ami most egy ideiglenes körforgalomtól a Móri út 42. számig megkezdődött a Móri út teljes körű felújítása, ami jelenti természetesen az úthálózat felújítását, a közvilágítás, meg fog újulni a buszmegállók, megújulnak ott a két bank közötti buszmegállók, kerékpársávokat fogunk építeni, és egy normális méretű körforgalom fogja az Zicsliget sarkához érkezőket fogadni, ami biztonságossá teszi ott a közlekedést. Én azt gondolom, hogy ez régóta érett ez a felújítás, amely nekem személy szerint is nagyon fontos, és az én munkámnak az egyik szíve közepe, hiszen 2006-ban Felsőváros önkormányzati képviselőjeként kezdtem a pályafutásomat, és a Móri út eleje az Felsőváros kapuja. Bízunk benne, hogy sikerül forrást találnunk, hogy tovább építsük a 42. számtól először a Szent Vendel utcai kereszteződésig, majd egészen a város határát jelző tábláig az utat, hiszen ez egy nagyon fontos közlekedési útvonal a Székesfehérvárnak. Igen, ezt jártuk, jártuk volna be, hogyha nem jött volna közbe az eső, de én magam is nagyon sokszor járok arra, úgyhogy látom, hogy zajlott igen, a munkák. Igen, azért napmintat ezt lehetett látni, a terelést is lehetett érzékelni. Közlekedést, úgyhogy szeretném kérni a fehérváriak és a hozzánk érkezők megértését, hogy kicsit nehezebben lehet most a Móri úton közlekedni, bejutni és kijutni a városból, de ígérem, hogy szép lesz és kényelmes lesz, és mindenki nagyon fog örülni, amikor elkészül. És azért is fontos ez a felújítás, mert ugye mögöttünk van egy Covid-járvány, és pont egy másik útépítés és a Covid-járvány együttállása eredményezte azt, hogy a déli összekötő út építésére szánt forrásból maradt annyi forrásunk, ez egy Európai Uniós forrás, amelyet köszönhetően a kormányval való együttműködésünknek maradt annyi forrás, hogy ezt a felújítást most meg tudtuk kezdeni. Tehát akkor így át lehetett csoportosítani, fogalmazhatok így? Igen. Hát igényelt egy kis utómunkálatot, hogy a megmaradó több mint egy milliárd forint ne visszamenjen a Nagykalapba, hanem ha virtuálisan fel is megy a budapesti Nagykalapba, de visszajöjjön ide Fehérvárra. És ez azért is érdekes, mert hogy egy járvány okozta hirtelen árváltozás okozta hirtelen a
járvány azt okozta a piacon, hogy a vállalási árak alacsonyabbak lettek, ezért a rendelkezésre álló összegnél olcsóbban vállalta a déli összekötőút megépítését a kivitelező, és a Móri út pedig a felsővárosi templom mellett halad el, ami összekötődik egy másik, egy korábbi járvánnyal, hiszen a pestis járvány után épült ez a fogadalmi templom a Székesfehérvárnak, ami a székesfehérváriak és a felsővárosiak összefogásának jelképe, és most megint egy összefogás jelképe ez a Móri úti felújítás. Igen, és hogy azt el is mondta képviselő úr, hogy ez egy komplex és fontos felújítás itt a városrészt, meg talán az egész város életében is, hiszen azért ez egy légforgalmas terhelt útszakasz. Igen, hát aki Mór felől érkezik, ezen az úton érkezik, majd az M81-es megvalósulása jelenti majd azt, hogy az átmenő forgalom nem a Móri úton érkezik be, és nem érkezik be a városunkba, csak azok a vendégek, akik Székesfehérvárt céljuknak tekintik. Ugye útfelújításokról beszéltünk, illetve érintőlegesen a déli összekötőt is említette, amit hát hamarosan szintén talán tényleg is már minden akadály elhárul, és birtokba lehet venni, hiszen az út maga nekem kívülállónak úgy tűnik, hogy elkészült. Igen, én is így látom. Én is így látom, azt hiszem mindannyian úgy látjuk és úgy érzékeljük, hogy elkészült, de egy út felújítása, egy út építése, nem csak az építési felújítás munkafázisaiból áll, hanem még követik, meg is előzik munkálatok és munkafázisok, és követik is. Át is kell adni az utat hivatalosan, akkor tudjuk mi, fehérváriak, birtokba venni, hogyha hivatalosan pecsétes papírjaink lesznek arról, hogy az út használható, ami egy nagyon fontos út lesz, azt hiszem valahogyan azt a virtuális Székesfehérvárt megkerülő utat, ami azért virtuális, mert különböző szakaszai vannak, és nem egy körgyűrű, összefüggő körgyűrű Székesfehérvár körül, de mégis 62-es, 63-as utak közötti lehetőség az azt jelenti, hogy nem kell bemenni a Széchenyi úton, vagy a Seregélyes úton egészen a városig, és ott átmenni egyik útról a másikra, ami azt jelenti, hogy a Horváth István utca forgalma kicsit felszabadul, a Mártirok útja forgalma, a Seregélyes út terhelése is egy kicsit felszabadul, és könnyebb lesz a városban a közlekedés, és ezzel összefüggésben azt hiszem, hogy egy olyan része nyílik meg a városnak közlekedés szempontjából, hiszen nem csak a déli összekötő készült el, hanem a rámerőleges utcák felújítása is, tehát megnyitunk egy eddig feltáratlan területet, ami a város további fejlődésének fontos része lehet. Egy új városrész is születhet ezzel? Igen, akár? Igen, azt hiszem, hogy igen. Igen, tehát ez a vasúttól délre eső rész eddig teljesen a MÁV pálya, Fezen Fesztivál, az állatmenhely, ezen kívül azt hiszem, hogy szinte teljesen néhány cég természetesen található ott, régebbi és új vállalkozás, de talán új lendületet kaphat ennek a városrésznek a fejlődése. Ha már városrészekről beszélünk, akkor talán ugyanilyen fontos fejlesztés az utak vonatkozásában az, ami a multicsarnokhoz kötődik. Természetesen maga a multicsarnok is nagyon fontos, de azért azt gondolom az ott dolgozóknak, az ott lakóknak az életét mindenképpen megváltoztatja majd az útszakasz. Igen, a multicsarnok már látható, hogy egy nagyon hangsúlyos és jellegzetes épület a Budai út bevezető szakaszán, ahogy beérünk a Budai úton a városba, közel az M7-es lehajtójához, ami azért is fontos, mert ez egy multifunkcionális csarnok, sportcsarnok, kulturális központ, közösségi központ is lesz, amellett, hogy természetesen a mi hoki csapatunknak az otthona lesz, és ebben az új csarnokban
szurkolhatunk majd a fiúknak. Tehát ez is egy új városrész születése is lehet, hiszen azzal, hogy az albaipari zónát összekötjük a Budai úttal, egyrészt segítünk azoknak a Székesfehérvár és Székesfehérvárra érkező ott dolgozóknak, akik oda érkeznek és onnét indulnak haza, hogy ne csak egy irányba hagyják el az albaipari zónát, hanem a Budai út felé is. Azt hiszem, ez mindenkinek könnyebbség. És ezzel, hogy lesz egy útkapcsolat, kialakulhat, bízom benne, hogy ki is fog alakulni egy új része a Székesfehérvárnak. Az egyik oldalon a Multicsarnok, sport és kulturális központ, a másik oldalon a Csúcsoshegy, az Aranybulla emlékbűvel, és azt hiszem, hogy akkor méltóképpen fogadhatjuk a Budapestről városunkba érkezőket. Ugye a Multicsarnok kapcsán az is talán egy fontos dolog gazdasági szempontból talán, hogy ez alatt az időszak alatt, amióta zajlik az építkezés, akkor hát ott talán beszélgettünk a kivitelező céggel, hogy napi szinten volt, hogy 3-400 ember csak ott közvetlenül, de hát hogyha az összességét nézzük, hogy a gyártásban kik vettek részt, azért ez több ezer embernek adhatott munkát. Ez meglátszik, vagy ez nyilván fontos szempont? Hát ugye a Covid-járvány után éppen azt gondoltuk, hogy fellélegezhetünk, de akkor tavaly februárban érkezett egy háború, amikor Oroszország agresszorként megtámadta Ukrajnát, és ez a háború azóta is folyik, és a háborút követték át nem gondolt szankciók, és az át nem gondolt szankciókat, a hibásan meghozott szankciókat követte az infláció, és mindez gazdasági nehézséget, gazdasági válságot okoz, nem csak nálunk Magyarországon, egész Európában, hogyha körbenézünk, mindenki ugyanezzel a kihívással küzd. Ebben a helyzetben azt hiszem, az nagyon fontos, hogy a székesfehérvári embereknek munkája van, és nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakban a 4,7 millió emelkedett a munkavállalók száma, még tudott növekedni 40 ezerrel, hogy tavaly meg tudtuk őrizni a gazdasági növekedést, és abban bízunk, hogy az idei évben is meg tudjuk őrizni a gazdasági növekedést. Az üteme nem lesz olyan, a szám nem lesz olyan magas, mint az elmúlt esztendőkben. Ugye az elmúlt évet megelőzően 7,1-7,5%-os volt a GDP növekedés, de a pozitív szegmensben maradunk, ami nagyon fontos, és akkor onnét tudunk majd új lendületet venni. Természetesen azt nem tudjuk előre megjósolni, hogy mikor lesz vége a háborúknak. Azt látjuk, hogy a szankcióknak nincs vége, mert a 9. után a 10. döntést is meghozták az Európai Bizottságban. Azt gondoltuk, hogy 9 sikertelen ötlet után a 10. már nem következik, de bekövetkezett. Mi minden esetben jól tárgyaltuk, és a nekünk fontos szegmensekben mi a szankciókon kívül tudtunk maradni. Ez nagyon fontos a magyar gazdaság fejlődése szempontjából, és nagyon fontos az is, hogy a Magyarországra érkező és a Magyarországra vonzott beruházások tekintetében mi itt ebben a közép-európai térségben mi az élvonalban vagyunk. Hát mondjuk azt is el lehet mondani, hogyha már Magyarország vonatkozásában, vagy akár beszéljünk Székesfehérvár vonatkozásában, hogy például az uniós előírásokat minden szinten folyamatosan teljesítette a város, és még mindig vannak olyan források, amik jogosan járnának, de nem érkeznek meg. Igen, az Európai Uniós források érkezéshez szinte minden nap kérdés és téma, hogy érkeznek és mikor érkeznek. Itt azt látjuk, hogy mi minden mérföldkőnél teljesítünk. Tehát először volt 17 pont, azt teljesítettük, akkor jött plusz egy és plusz egy. Szóval ez egy ilyen folyamat. A tárgyalások azok úgy zajlanak, hogy Varga Judit miniszterasszony elmondja, hogy akkor hogyan és miként teljesítettük azt a legutóbbi
kérést, és akkor mindenki bólogat, és aztán belenéz a papírba, és akkor felnéz, és ja, és nincs rajta csapka. Tehát körülbelül ilyen, ilyen stílusban kerül elő mindig egy újabb feltétel, hogy ha ezt teljesítetted, akkor ja, de azt úgy egészen nem. Tehát kiszámíthatatlan ez a folyamat. Nem látni, hogy mikor lesz vége. Navracsics miniszter úr, aki szintén oroszlán részt vállalt a tárgyalásokban, bizakodó, de hát azt hiszem, hisszük, ha látjuk. Hát nyilván meg, hát mondjuk, ahogy többször is beszélgettünk már arról, hogy egy akár Székesfehérvár számára is a beruházások háromféle fő pilléren múlnak, ugye vannak a nemzeti források, vannak az uniós források, illetve lehetnének az uniós források, ha megérkeznének, valamint vannak a saját önerős források, ami ugye a helyi gazdaság teljesítményének is köszönhető. Szerencsére azért vannak megvalósuló projektek, így például ugye a multicsarnok is, de hát lesznek is még. Lesznek is még, azért az ne gondoljuk, hogy nem lesznek is még. Lesznek még jó híreink, vagy lesznek még jó hírek, amik előttünk állnak, és Székesfehérvárnak, a székesfehérváriaknak örömet jelenthetnek. Egy 10 milliós ország piaca azért ahhoz kicsi, hogy önmaga kis piacként tudjon fejlődni, szükségünk van a beruházásokra. Beruházások is érkeznek még Székesfehérvárra. Mi abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem egy lában állunk, nem kettőn, hanem nagyon sok lában áll Székesfehérvár gazdasága, és ezért nem, ha egy láb egy picit megrodjon, attól még mi könnyebben talpon maradunk. Erről most nincs szó, még érkeznek beruházások. Rövidesen azt hiszem, hogy jelenthetünk be újabb Székesfehérvárra érkező beruházást is. És természetesen, ha az ország egészét nézzük, az európai források, az Európai Uniós források természetesen Magyarországnak járnak, ezt mindig elmondjuk, és azt hiszem, hogy ebben igazunk van, ezt mindenki így látja. Ezek Magyarországnak járó források és pénzek. Ha nem érkeznek, akkor is természetesen az élet akkor sem áll meg. Megpróbáljuk és meg fogjuk találni azokat a forrásokat, amivel a magyar gazdaságot tovább tudjuk építeni. Ha már fejlesztésekről beszélünk, az is azért nap mint nap közlekedünk, beszámoltunk arról, hogy például a Tópartiban is zajlik egy felújítás, tehát más iskolákat, intézményeket is érintő komplex programról beszélünk. Igen, azt hiszem, hogy Székesfehérvár iskolái ilyen arányban még sosem újultak meg, mint most, nem egyszerre természetesen, ez egy folyamat, a Tóparti felújítása megkezdődött, folytatódik majd a Kodolányi gimnázium felújításával, következik majd a Vasvári, felkészül a Teleki gimnázium, elkészült a Ciszter gimnázium, elkészült a Szent Imre általános iskola és gimnázium. Ha arra járunk, akkor láthatjuk, hogy a Kodály is körbe van állványozva, és már talán az utolsó munkálatok zajlanak, és valamikor tavasz vége, nyár eleje magasságában azt is átadhatjuk. És folytatódik, és folyamatban van, és folytatódik az általános iskolákban a vizes blokkok felújításával, a napelemek telepítésével. Tehát dolgozunk, megyünk előre. Székesfehérvár, azt hiszem, mindenki látja és érzi itt Fehérváron, hogy fejlődik, épül és szépül. Ugye említette a napelemek telepítését, és a multicsarnokban is, amikor voltunk, akkor ugye ott elhangzott, hogy ott is milyen korszerű megoldásokat, energiatakarékos, energiatudatos megoldásokat alkalmaznak. Nyilván ez talán egyre fontosabb szempont. Igen, tehát a háború kitörése azt is jelentette, hogy Európa le kellett, hogy váljon. Ez egy kényszer volt
az orosz függőségről. Ez természetesen nem egyik pillanatra a másikra történik, a mi esetünkben sem, hiszen Magyarországon nincs olyan mennyiség olaj- és gázforrás, amire szükségünk lenne, de meg kell találni minden lehetőséget arra, hogy az energiaellátásunkat diverzifikáljuk. Ugye a napenergia az az egyik lehetőség, mellette nagyon jól átgondolva meg kell találni, hogy a szélenergia hol hasznosítható, hiszen az olyan mértékben, mint a napenergia biztos, hogy nem, hiszen az speciális adottságok kellenek hozzá, és a napenergia is csak akkor hasznosítható jól, hogyha, és ehhez is kellenek az európai, és szükségünk lesz az európai uniós forrásokra, hogy a hálózatot olyan állapotba hozzuk, hogy a hálózat alkalmas legyen, és képes legyen elviselni azt, hogy amikor süt a nap, akkor nagyon sok elektromos áramot termelünk, és amikor nem süt a nap, akkor ugyanannyit pont nem termelünk, mint mondjuk két nappal korábban. Ezt az ingadozást a hálózatnak el kell tudni viselni, és az elektromos áram nem olyan könnyen tárolható, hogy egyszerűen eltesszük a fiókba, és akkor holnap elővesszük. Amikor sokat termelünk, és nincs Magyarországnak szüksége rá, meg kell találni a lehetőséget, hogy eladjuk. Tehát ez egy nagyon bonyolult... Akkor itt ilyen technológiai kérdések is vannak? Ez egy technológiai fejlesztés, igen. A hálózatnak alkalmasnak kell lenni, hogy elviselje ezt az ingadozást, és meg kell találni a napenergia mellé, hiszen az csak akkor van, amikor süt a nap, hogy amikor nem süt a nap, akkor is kiegyenlített legyen az áramtermés, ezért kell még más alternatív lehetőségeket feltárni, ezért fogunk gázerőműveket is építeni, hogy ugye most az iparfejlesztés központi áramszöge, Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc térsége, hogy megfelelő mennyiségű energiával ki tudjuk szolgálni az ott beruházó vállalkozásokat. De az intézményi felújítások szempontjából akkor fontos, hogy tényleg mindenféle ilyen technológiai megoldás meglegyen, vagy legalábbis ott legyen és kéznél legyen. Mindannyiunknak, igen, városi szinten, az a városi intézmények szempontjából is, és a hálózat alkalmas lesz majd arra, hogy a székesfehérváriak lakosságként is a saját házukra telepített napelemekkel is energiát termeljenek, csak egy kis türelmet kérünk mindenkitől, hogy azok a fejlesztések megtörténhessenek, amik a hálózatot alkalmassá teszik arra, hogy mindenki telepíthessen magának napelemet. Beszélgettünk ugye útfejlesztésekről, kezdtük itt a szomszédunkban a Móri útnál, aztán szó volt ugye a déli elkerülőről, illetve a multicsarnok környékén készülő útfejlesztésről. A Bakony utca nyilván nem tud most jelen pillanatban szóba kerülni, hiszen az is egy ilyen uniós forráson is múlik, de hogyha már a Bakony utcában járunk, akkor azért, és a környezettudatosság szóba került, akkor azért ott is egy elég komplex dolog valósulhatott meg a Fehérvár tüdeje részeként, és az erdősítés az folyik. Igen, azt hiszem, hogy sem a Fehérvár tüdeje programunk, sem pedig a Sóstó rehabilitáció nem kapott elegendő, hogy mondjam, hát nem is elismerést, hanem nem beszéltünk róla eleget, és nem mondtuk el elégszer, és nem mondtuk talán el jól, hogy milyen fontos a környezetünk megóvása és a környezet tudatosság szempontjából milyen fontos fejlesztések voltak. Tehát a Sóstó rehabilitáció szerintem az egy világszínvonalú, ez egy világcsoda, de európai biztos. Az egy fantasztikus dolog, hogy nem száradtak ki teljesen azok a tavak. Az 1920-as években oda fürödni jártak a székesfehérváriak. Ezt ma talán el tudjuk képzelni. 10 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy nem tudtuk volna elképzelni. Ide fürödni, de hova? Maximum visszapakolás esetleg. És meg tudtuk oldani, hogy legyen víz, és azt hiszem, hogy olyan ökoszisztémát is sikerült ott létrehozni, ami egy fantasztikus része Székesfehérvárnak, és ez lesz majd a Fehérvár tüdeje program is, a,
fatelepítések most még kicsit, talán akik arra járnak, mosolyognak rajta, hogy ilyen pici kis fák. Igen, ez egy módszer, ahogyan fát telepítenek a szakemberek, és lesz mellőlük majd nagyobb fa, és az a palotavárosi tavakkal együtt azt hiszem, hogy az egy másik csodálatos része lesz Székesfehérvárnak nem sokára. Vagy talán már most is, azt hiszem a közösség azért már birtokba vette, tehát napi szinten én például szoktam arra járni, ott van ugye ilyen murvás futó lehetőség is, kivilágítva, szóval hogy azért a közösségek már, amikor ki lehet mozdulni, az ilyen tereket, területeket birtokba is veszik. Hát igen, az alsóvárosi rét, amikor én 2006-ban önkormányzati képviselő lettem, akkor az alsóvárosi rétet az akkori városvezetés valamikor 2006-2007 környékén adta el, és aztán 2010 után kormányzati segítséggel vásároltuk vissza, hogy ne a Baross-hegy és a Palotaváros tőszomszédságában ne egy ipari üzem épüljön, mert az nem egy olyan rész a Székesfehérvárnak, ahol ilyen típusú fejlesztése szükség lett volna. Az alsóvárosi rét és a palotavárosi tavak, a székesfehérvárjaki és a palotavárosi, a maroshegyeki, és mindenki, aki arra jár, és azt gondolom, hogy minél többen birtokba veszik a közeljövőben. Hogyha a szűk elkövetkező időszakot nézzük, akkor milyen fontos programra, fejlesztésre lehet számítani? Mi az, amit még kiemelné itt műsorunk végén? Amin nagyon keményen dolgozunk polgármester úrral, vállnak vetve, ez az Osan körforgalom bővítésének megvalósítása, mert azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az M7-es a Sárbogárdi lehajtónál biztonságos legyen, és biztonságos legyen a lehajtó, és biztonságos legyen a közlekedés magán az autópályán, és ne kelljen hosszú-hosszú sorban várakozni a két körforgalomnál, ahhoz meg kell újítanunk, és fel kell újítanunk, és bővítenünk kell a két körforgalom kapacitását. Ezen dolgozunk, hogy ez még a közeljövőben a beruházási stop ellenére is megvalósulhasson, hiszen ez mindannyiunk érdeke, székesfehérvárjaké és a hozzánk érkezőké is. Ez most azt hiszem a legfontosabb következő cél, hogyha egyet kell mondanom. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, Köztér Extrával pedig mindig a fontos híreknél ott vagyunk és bekapcsolódunk. Adásunkat visszatekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Viszontlátásra, kellemes időtöltést! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.